Üdvözletem, Nekrokrim vagyok, és hát jöjjön a Nekrovat következő része. De még mielőtt belevágnék ebbe a kérdezfelelek témába, érdemes figyelni a játékmenetre, mert arról szól, hogy hogyan kényszerítsük rá az ellenfelet a mi játékunkra killstreak által. Szóval mi haszna van a killstreaknek, érdemes azért megfigyelni. Kevesen voltunk, kevesen játszottunk, szóval aki szokott mondjuk elselezni, vagy esdész, vagy bármi, ami kevés embert igényel, hogyan játszunk kevés ember ellen, és hogyan igyekezünk a játékukat rákényszeríteni, de térjünk rá a témára. Kérdez felelek, Lord Gaming kérdezte, hogy elhiszem, hogy lesz MV4, amit a Sledgehammer fejleszt, és 2014 közepén jön ki. Elhiszem, mert hogy az E3-on volt is róla szó, hogy igen, lesz egy MV4 majd valamikor, amit a Sledgehammer fejleszt. Őszintén fingom nincs, hogy hova tudnák már húzni ezt a történetet. Szók meghalt, nagyon szerettem, Captain Price meg második világháború óta harcol a fronton, nem tudom, hova tudnák még fokozni. Lehet, hogy lesz egy ilyen utópia történet, hogy mi történt, amiután Makarovot legyőztük. Fingom nincs, de úgy néz ki, hogy lesz egy MV4, igen. De komolyan, nem vicces. Következő kép, Bertalan Pillik. Mi motivál a Call of Duty-ban, ki játszik jobban, Xbox-os vagy PC-s? Hogy mi motivál most már a Call of Duty-ban, így válaszolnék, most már az, hogy jól érezzem magam. Persze azért ott lehet legalább az első háromban, de nem az most már, mint régen volt a lényeg, hogy százat öljek, és legyek a legjobb. De az, hogy élvezem a játékot, mert úton idefelé, hogy tanultam Call of Duty-zni, rájöttem, hogy elfelejtettem élvezni a játékot, csak statra ment, úgyhogy most már az motivál, hogy jól érezzem magam, és egy megfelelő statot produkáljak, mert ezért bennem van ez, hogy első legyek, mert kompetitív vagyok. Szóval ez motivál. És hogy mit tudom én, összeszedjek egy killstreaket, mikor milyen kedvem van. Úgy játszom, vagy úgy igyekszem játszani, hogyha a versenyzős kedvem van, akkor oda teszem magam, ha kiszikes kedvem van, akkor másképp teszem oda magam, és ha jól akarom érezni magam, akkor kb. Így viselkedem a pályán, mert csak jól érezni akarom magam. Ki játszik jobban, Xbox-os vagy PC-s? A Microsoft tette erre kísérletet, lehet, hogy hallottatok róla, hogy összehozzák a két tábort, hogy szélesebb körben lehessen játszani. De az az igazság, hogy a PC-sek nagyon elverték az Xbox-osokat, mert jobbak. Nem tehetségesebbek, jobbak azért, mert a PC-vel jobban lehet célozni, gyorsabb a játék, gyorsabban pörögnek az emberek, és ez valóság, tehát ez megtörtént, ezen nincs mit cifrázni. A lényeg az, hogy a PC-sek tábora pörgősebb, precízebb, gyorsabb, tehát jobb, és így döntött végül is a Microsoft. Ez egy éve volt, talán másfél éve. És akkor döntött úgy, hogy nem hoz össze a két tábort, mert nagyon gyorsan reagálnak az Xbox-osok a játékra, hogyha ennyivel jobbak a PC-sek. Még egy kérdés, mi nem a nevem, hány éves nem vagyok és mit nem dolgozok? Blacklight-ot szeretne látni, hát most Black Ops-ot látsz, de a kérdése tetszett. Nem Jenőnek hívnak, mint ahogy azt tehetje. Emberke kitalált a Facebookon, nem Jenőnek hívnak, hány éves neve, nem vagy 16. És mit nem dolga, ügyvéd sem vagyok, bár jó lenne, de nem vagyok ügyvéd. Következő kérdés, hogyan jutottam el odáig, hogy YouTube csatornát csináljak, és hogy jött az ötlet, hogy videókkal segítselek titeket? Miára jutottam el odáig, hogy megszerezem a kodos tudásomat, amúgy meg bejöttek a Code Ghost és BF 4 infók, Code Ghost infók vannak, BF 4 infók valószínűleg fognak jönni. Hogyan jöttem el odáig, hogy YouTube csatornát csinálják? Volt egy nagyon jó ismerősöm, légióban szolgált, és ő is szeretett játszani, és hát megkért, hogy rakjak fel videókat, hogy néznek ki ezek a mai játékok, akkoriban MV2 volt a divat és BFBC2, mind a kettőről raktam fel videót, így hát meg tudta nézni, így néznek ki a mai játékot, nem mintha nem fogott volna elég fegyvert a kezében a srác, de így indult el a YouTube karrier, majd elkezdtem angolul csinálni videókat, pozitív értékelés jött rá igazából, aztán később magyarra váltottam, és még pozitívabb értékelés jött
rá, és volt alkalom, amikor az országban 16. legnézettebb rendezői csatorna volt a csatornám, és nem, egyszerűen nem értettem, hogy hogy, de igen, ez megmondott, és így a pozitív értékelés, meg az, hogy megy a dolog, így jutottam el ideig, hogy videókat csináljuk. Hogy hogyan jutottam el odáig, hogy segítsek nektek. Úgyhogy valamikor én is ugye egy nagyon kompetitív ember voltam, ugye, amit mondtam az előzőekben, és szerettem a legjobb lenni, és akartam a legjobb lenni, és itt volt is a lényeg, hogy azért így szedtem össze a kodos tudásomat rengeteg gyakorlásra, de tényleg nagyon sokkal. És szerencsém volt, mert a barátnőm is szeretett játszani, és szeret játszani, jó időtöltés volt, ezért sok időt tudtunk eltölteni Call of Duty előtt, és kurva sokat tudtunk játszani. És így tudtam odáig, hogy összeszedjem kodos tudásomat, úgyhogy volt itt 18 órákat is játszottuk, de ami a lényeg, és amit próbálok átadni a videóimban, akarnod kell, hogy a legjobb légy, akarnod kell, hogy ezt tudd. Így jutottam el odáig, hogy a kodos tudát összeszedjem, úgyhogy akartam tanulni, akartam jobb lenni, mint ami vagyok, és ezt próbálom átadni a videóimban is, és ezt hiányoltam a magyar videósokból is, és azon kívül, hogy kevesen vannak, hogy csak azt adják át, hogy milyen fegyver, milyen perk, és hogy merre rásoljunk, és hogy mit csináljunk, de nem erről szól a játék, hanem arról szól, hogy te jobb légy, hogy tudd, hogy jobb vagy, és akarj jobb lenni, így leszel jobb. Call of Duty-ban, vagy akármiben az életben, hogy akarod, és hogy tanulsz, teszel érte. Mi a vélemény a divatjátékokról? Szerinted a COD divatjáték? Nincs baj a divatjátékokkal, igen, a COD divatjáték. Nagyon bővebben nem is lehet mit csinálni, ez van. COD divatjáték? Jó. Divatjátékok vannak, lesznek, ez van. Mi a vélemény a pottyantós WC-ről? Kurva büdös van bent, rohadt sok a szar. Mondhatnám azt is, hogy nem szeretem, de természetbarát vagyok, és a természetnek körforgás kell. Nem használunk vele ugye vizet, és tápláljuk a talajt, és valamikor 100 000 év múlva remek kukorica nőhet a te trágyádot, amit majd a gyerekeid gyerekének gyerekei fognak megenni. De hát ez van, az életnek mennie kell tovább, úgyhogy... In the big picture, a nagy képben a pattyantos WC akár hasznos is lehet. Remélem élveztétek a játékmenetet, a következő videó, kérdezfelek videóig. Köszönöm a figyelmeteket, ne felejtsetek el kérdezni, Necrocrane voltam, következő videói. Szevasztok!